2012. június 6-a, július 6-a. 5 óra 30 perckor elindultunk Debrecenből az első kerékpáros túránkra. Debrecen, Hortobágy, Hortobágy-Tiszafüred útvonalon, és 5 óra 40 perckor hagyjuk el Debrecent. Debrecen táblát látjuk. Debrecen vége táblát látjuk. Első pihenünk a Kadarcsi csárda. 6 óra 45 perckor átjöttünk a Keleti hídon, és egy pár perces pihenőt tartunk. Szépen fel van újítva ez a csárda. A nap is szépen kisütött. Van egy kis információ a Kadarcsi csárda bejáratánál lévő fahídról, és ez már a Hortobágyi Nemzeti Park széle. Most fogunk beérkezni majd 15 km múlva Hortobágyra, és ott egy kicsit hosszabb pihenőt tartunk. Most érkeztünk be Hortobágyra, 7 óra 30 perc van, és itt egy kicsit hosszabb pihenőt fogunk tartani. 2 órája vagyunk úton, 35 kilométert tettünk meg. És folytatjuk utunkat tovább Tiszafüred felé. Beérkeztünk Hortobágy belterületére. A Hortobágyi Nemzeti Park látogatóközpontot látjuk. Valószínűleg Nemzeti Parknak a irodái, illetve különböző népművészeti dolgok és egyéb látványosságok találhatók benne. Hát még nincs nyitva, 7 óra 30 perc környékén vagyunk, tehát nyilván nem tudunk még bemenni, még nem nagyon van nyitva semmi. Látogató központtal szembe, az út másik oldalán látjuk a madárrezervátumot, ami nagyon híres, országos szinten nagyon sok híradásban lehet hallani róluk, a különböző sérült madarakat, gólyákat, sasokat és egyéb bajba került madarakat mentik meg. Ez a terület gyakorlatilag az ő felépülésükre, illetve orvosi kezelésükre, állatorvosokkal és különböző terápiás dolgokkal van megoldva. Például ez a hatalmas röbde, ami most látszik, és látszik, hogy gólyafészek van a tetején is. A Hortobágyi pihenőnknél a kerékpárokat is átnéztük, mert sajnos az én biciklimmel valami probléma van, nagyon nyikorog. Mire beérünk Tiszafüredre, addigra már meg is fogok őrülni a nyikorgásától. Egyre jobban nyikorog, és sajnos meg kell nézetni Tiszafüreden, hogy mi lehet a probléma vele. Nem vagyok túl nyugodt. Úgyhogy hát így néznek ki a biciklijeink, felszerelve táskákkal. Túra felszerelést ezekbe a táskákba raktuk bele. Hát nehéz volt bepakolni mindent, de sikerült megoldanunk. Nagyon sok dolgot azért otthon kellett hagyni, mert ugye ez az első túránk, és nem voltunk teljesen felkészülve arra, hogy mit kell hoznunk és mit nem. Hát reméljük, hogy elegendőek lesznek a ruhák, tisztálkodó felszerelés és egyéb túrával kapcsolatos eszközök. Úgyhogy hát így néznek ki a biciklik, így néznek ki a táskák. Eléggé professzionális felszerelésünk van, legalábbis úgy gondoljuk. Nyilván majd a negyedik nap végére fog kiderülni, hogy mennyire sikerült felkészíteni a kerékpárjainkat erre a 4 napra, illetve erre a túrára. Ahogy haladunk tovább Hortobágyon, a Hortobágyi csárdánál látunk meg. Ez egy híres csárdaút egyik leghíresebb csárdája és épülete. Ezt is nemrégen újították fel. Azt hiszem, hogy az idei év tavaszán nyitott meg újra.
és ennek sajnos belül nem tudjuk megnézni, mert korai az időpont 10 órakor nyit, úgyhogy egyelőre csak kívülről tudjuk megszemlélni. A Hortobágyi csárdával szemben találunk egy vásárteret, ahol különböző kézműves iparosok állítják ki a dolgaikat, az árujukat, és itt lehet vásárolni mindenféle kézműves dolgot. És szembe a csárdával ez a kézműves kiállítás és vásár terület található ebben az épületben, valamint különböző útvonal és túrás útvonal táblák, nemzeti parkot bemutató, növényvilágot, állatvilágot bemutató táblák a túrázóknak, valamint a Hortobágyi Pásztor Múzeum található a 9 lyukú híd és a Hortobágyi csárda szomszédságában. Ezen a 9 lyukú hídon, ezen a híres Hortobágyi 9 lyukú hídon fogunk átkelni hamarosan, és vesszük az irányt Tiszafüred felé. Még egy kicsit pihenünk, talán iszunk egy kávét, vagy egy kólát, és folytatjuk tovább az utunkat Tiszafüred felé, a mai nap végállomása felé. A Hortobágyi csárda hátsó részénél és a 33-as út mellett található ugye a 9 lyukú híd, illetve hát a 33-as út vezet át a 9 lyukú hídon, a híres műemlék jellegű hídon. És ez a Hortobágy folyó. Itt még megálltunk egy pár percre, megnéztük közelről a hidat, ilyen közelről még nem láttuk, és folytatjuk utunkat tovább Tiszafüredre. Még közelebb jöttünk a hídhoz, nem tudunk még elszakadni tőle, annyira szép és érdekes látvány. És a Hortobágy folyó vízállása is magas. Ezen nagyon csodálkozunk, ugyanis közel 40 fokos meleg van napok óta, és a vízállás elég magas, és nagyon furcsa, mert majdnem, hogy kiszokott száradni, vagy nagyon, nagyon kicsi víz szokott lenni nyaranta a Hortobágy folyóban. És még mindig a 9 lyukú híd. Megtaláltuk a híd lábánál ezt a emléktáblát, ezt a műemlék feliratot, és bemutatja a hídnak a keletkezését, kinek a terve alapján, stb. Úgyhogy most látjuk még a Hortobágy folyót, és most már tényleg irány Tiszafüred. Következő pihenőnk Hortobágy után egy úgynevezett útkaparó csárda nevezetű helyen van. Ez a Józsi barátunk csárdája, de még nincsen megnyitva. Felújítás alatt van, és talán egy-két hónapon belül megnyitja a kapuit. Tiszafüred még körülbelül 15 km, de egy kicsit megállunk, pihenünk, ellazítjuk az izmainkat, és utána útnak eredünk. Még meg akarom mutatni ezt a kaparó csárda feliratot, ami egy igazi gyöngyszem, ugyanis valószínű, hogy az eredeti több évtized ezelőtti csárda feliratot sikerült neki megszereznie, a tulajdonosnak megszereznie valahonnan, ugyanis ez egy vörös csillag, valamilyen
kommunista jelképpel, nem tudom milyen, valamilyen TS vagy mezőgazdasági nagyvállalatnak lehetett a tulajdonába ez a csárda, és ezért a bal felső sarokban egy elég érdekes kommunista jelképet látunk. Úgyhogy ezt majd meg is fogom tőle kérdezni, mert hogy sikerült ezt megszerezni, ezt a feliratot. Úgyhogy ez az útkaparó csárda. Elképzelhető, hogy a mostani kerékpáros túránknak a csárdák útja nevezetű nevet vagy címet fogjuk adni, mert szinte a 33-as út mellett szinte 10-15 kilométerenként van egy-egy csárda, és ezek mind műemlék jellegűek. Hát itt is egy tábla mutatja 1950-es években kitelepítés áldozatainak, kényszermunkák áldozatainak állítottak emléktáblát, és valamikor a közelmúltban meg is koszorúzták ezt, úgyhogy mindenféleképpen komoly értékőrző műemlék és értékőrző hagyományokat ápolnak ezek a csárda tulajdonosok a felújításokkal és az üzemeltetésekkel, és hát természetesen jó üzlet is lehet, mert azért elég nagy a forgalom a 33-as úton, sőt Hortobágy, Tiszafüred, Tiszató környékén a turizmus, vendéglátó turizmus elég jó, elég sok turista van, és a vendéglátás gondolom jó üzlet. Úgyhogy hamarosan indulunk tovább Tiszafüredre, és onnan fogunk majd jelentkezni. Az útkaparó csárda szomszédságában, még mielőtt elindultunk volna Tiszafüredre, figyelmesek lettünk a Hortobágyi pusztában, a Hortobágy gyerképének számító őshonos állatokra, ugye a szürke gulyára. Kicsit közelebb kell mennünk, hogy le tudjam filmezni. Ezt még mindenféleképpen meg szerettem volna örökíteni, mert ritkán lát ennyire közelről az ember szürke gulyát, mert azért nem az út mellett legeltetik ezeket az állatokat, hanem azért bentebb, mert egyrészt védett területeken, természetvédelmi területeken, védett területeken legelnek, és maguk az állatok is elég komoly értéket képviselnek. Megpróbálok egy kicsit ráközelíteni, mert elég messze vannak, de ráközelítek, és akkor lehet látni, hogy egy szürke gulya legel éppen a Hortobágy közepén, és ott is van a gulyás mellette. Úgyhogy sikerült megörökíteni már az első napunkon a Hortobágy jelképének számító szürke marha állományt, úgyhogy itt pedig egy kilátó, még egy madárles, különböző útvonal táblákkal. Ott is még látunk egy-két információs táblát útvonalakkal, illetve turisztikai információkkal. És hát hamarosan elindulunk, pár perc múlva elindulunk Tiszafüredre. Még egyszer az útkaparó csárda. Innen üdvözöljük Józsi barátunkat, és elindultunk Tiszafüred felé. A következő pihenő helyünk, megálló helyünk a Patkós csárda. Tiszafüred előtt már néhány kilométerre már igazán közel vagyunk Tiszafüredhez. Ez egy nagyon jól prosperáló, üzemelő csárda és motel. Itt iszunk egy kólát, és folytatjuk utunkat Tiszafüred felé. És hát megérkeztünk első úti célunk, Tiszafüred. 11 óra, 12 perc, 4,5 órás bicikli út, biciklizés után, illetve kisebb-nagyobb megállókkal tarkítva megérkeztünk Tiszafüredre. Megkeressük most a szállásunkat, ez a túránk első úti célja, sikeresen teljesítettük. Kerékpár szervizés szaküzletben vagyunk, sajnos a biciklimet meg kell szervizelni. Az úriember
fékekkel próbálkozik, reméljük, hogy nem nagy a probléma. És haladunk tovább a szállásunk felé. A kerékpár szerviz után sikeresen megérkeztünk a első szálláshelyünkre. Így néz ki. Apartmanos jellegű. És udvar, ugrácsozóhely. És hát az utunkat folytatjuk holnapi nap folyamán, holnap hajnalban Poroszló felé vesszük az irányt. 2012. július 6-a péntek van, a reggeli készülődés vette kezdetét. Bepakoljuk a felszerelésünket, és elindulunk hamarosan Poroszló felé, illetve Abátszalók, Kisköre, Sarud, Poroszló lesz az útvonal, és a mai végső célunk lesz Poroszló. Kaptunk a tegnapi bicikli szervizbe egy egész jó kis térképet, bár fel voltunk készülve térképekkel, útvonal leírásokkal, de ez egy egészen nagyméretű térkép, és részletesen bemutatja a Tiszató környékét. És most ezt én is meg szeretném mutatni, hogy körülbelül milyen útvonalat fogunk bejárni. Tehát, ahogy látszik, a 33-as úton itt érkeztünk be Tiszafüredre. Tiszafüreden vagyunk most, illetve elindulunk a tó partján, a töltésen, a Bátszalók, Kisköre, végig a tóparton, Sarud és Poroszló irányába. A végső cél, ahogy említettem, Poroszló lesz. Ez körülbelül olyan 55 kilométeres távolság, 55 kilométert fogunk a mai nap folyamán megtenni. A tegnapi naphoz képest ez sokkal kevesebb, mert tegnapi nap folyamán olyan 50 kilométert tettünk meg. 75 kilométert tettünk meg, ez volt a négy napban, ez volt a legnagyobb távolság. Így volt tervezve, hogy ha ezt túléljük, akkor már az 50 kilométer, kb. 50 kilométeres távolságok lesznek a következő napokban. Tehát a mai nap Tiszafüred-Poroszló, az egy 50-55 kilométer, Poroszló-Tiszacsege a következő 50-55 kilométer, és Tiszacsege-Debrecen vasárnap. Ez megint csak egy olyan 50-55 kilométer körüli távolság, tehát összesen 230 kilométert fogunk megtenni a négy nap alatt. 7 óra 30 perc van, Tiszafüred kikötőt most hagytuk el, és a gáton haladunk Tiszaszöllős felé, gyönyörű környezetbe, jobbunkon a Tiszató látszik, és így fogunk haladni egészen Poroszlóig a Tisza töltésén, ilyen környezetbe, állatvilág, növényvilág megszemlélésével, és remélhetőleg úti célunkat elérjük olyan 11 óra magasságában. Tiszafüred után 9 kilométerrel ezen a szakaszon jöttünk, a gáton. Ilyen kiváló minőségű úthálózat van körbe a Tiszatavon, a gáton, ahol autók is járhatnak, de szerencsére nincs nagy forgalom. És elérkeztünk 9 kilométer után Tiszaszöllőshöz, és ezt a információs táblát találtuk, úthálózattal, kerékpárút bejelzéssel, és némi idegenforgalmi információkkal, látnivalókkal, és a többi. Itt látunk egy gátőrházat, és ezen az úton folytatjuk tovább a utunkat a Bátszalók felé. Még megnézzük a
út másik oldalán lévő információs táblát, ott, ahogy látom az állatvilágról és egyéb idegenforgalmi információkról kapunk. Az út másik oldalán információt találunk a kerékpárútvonalakról, kerékpárút a Tisza-tó bal partján nevezető Tourinform táblát, és nagyon jól látható, hogy Tiszafüred, Tiszaszöllős, Tiszaderzs, Habátszalók, Kisköre, Tiszanána, Sarud, Újlőrincfarak és Poroszlók. Így fogunk közlekedni, és ez látható is, hogy körbe visz majdnem a Tiszatavon ez az útvonalhálózat. És itt látunk némi információt az állatvilágról, növényvilágról, és különböző jelképekkel, piktogramokkal jelzi a szállás lehetőségeket, a orvosi ellátást, sátorhelyeket, kempingeket. Szóval egészen jó útmutatást ad a túrázóknak. Tiszafüred után, illetve Tiszaszöllős után elérkeztünk Tiszaderzshez, és egy információs tábla a Tiszaparton. A legendák és a lehetőségek települése, kicsit vicces felirat, de ezzel mi annyira nem foglalkozunk. Haladunk tovább Habátszalók irányába, még körülbelül egy olyan 8 kilométer van hátra Habátszalókig, ami egy nagyobb település, és sajnos ott, ha jól tudjuk, ki kell mennünk a rendes köves útra, be kell mennünk Habátszalókra, mert a Tiszató töltése meg fog szűnni, és le lesz zárva, és ki kell mennünk a köves útra, és úgy tudunk majd visszatérni a Tiszató töltésére a bicikli útra. Az első jelentősebb kiszélesedés utunk során lassan elérjük a Bátszalókot, ez már tényleg a Tiszatónak a egyik sarka. Ilyen kiszélesedést eddig még nem láttunk, és a nyílt vizet se láttuk ennyire, csak a árterületeket és kisebb-nagyobb gátakat, kisebb-nagyobb árterületeket láttunk, ami csatornaszerű volt eddig, és ez már az igazi Tiszató látképe. Tiszafüred után 25 kilométerrel megérkeztünk a Bátszalókra, és itt is a Tisza töltésén az információs tábla. Tisza tavi nyár fővárosa. Információ hasonló tábla, mint a többi városnál a Tiszató környékén. És folytatjuk utunkat tovább a Tisza töltésén Kisköre felé. Elérkeztünk a kiskörei vízlépcsőhöz. Itt fogunk áthaladni a hídon. A gáton áthaladva megérkeztünk Kiskörére, itt is a szokásos útjelzőtábla igazít minket útba. Haladunk tovább Dinnyéshát és Poroszló felé. Ismét egy olyan ponton járunk, Sarud környékén, ahol gyönyörű tájban gyönyörködhetünk, és ezt érdemes lefilmezni. Itt is a parton és a széles Tiszatavat látjuk, és a parton közvetlenül a gát tetején tudunk haladni. Gyönyörű területeken megyünk keresztül. Körülbelül 10 kilométerre vagyunk Poroszlótól, a mai végállomásunk, a mai úti célunk
és megint egy gyönyörű részen kerekezünk. A kiszélesedés és a Tiszató látszik jobb oldalunkon, illetve a madárvilággal próbálom megmutatni a káró katonákat. Ott vannak. És így néz ki a Tiszató, ezt a látványt látjuk már órák óta magunk mellett. Gyönyörű vidéken haladunk keresztül. Kicsit közelebb értünk a káró katonákhoz. Messzebbről próbáltam az előbb lefilmezni őket, de ez most így sokkal közelebb van. Ilyen állatvilág és növényvilág van a Tiszatón, szinte érintetlen a természet. Néhol nem is lehet kocsival közlekedni a gáton, csak kerékpárral, és természetvédelmi területek mellett is haladunk el, ahol horgászni sem lehet, csónakkal, sem motorossal, sem rendes csónakkal nem lehet megközelíteni a területet. Rengeteg ilyen természetvédelmi terület van a Tiszató környékén. 57 km után megérkeztünk a mai napi célállomásunkhoz, Poroszlóra. A Poroszló kikötő bejárata. Itt ide érkeztünk, és megyünk tovább a belvárosba, megkeressük a szállásunkat, és utána valószínű fürdőzés, ebéd és pihenés. Poroszló belső része, faluközpont vagy városközpont. Sajnos az öreg pákász tavaly nyáron leégett, ez egyik legjobb étterem volt Poroszlón, és kedvenc helyünk is volt, Budapest-Debrecen viszonylatban nagyon sokszor megálltunk, és sajnos nem újították még fel, vagy nem tudom, hogy mi lesz a sorsa. A romjait lehet látni. Poroszlón vagyunk. Egy kiadós ebéd után eljöttünk a poroszlói ökoparkba, és már itt látunk is dámvadakat. Egy elkerített részen hűsölnek, mert nagyon meleg van, 40 fok körüli hőmérséklet van, és hát ezek az állatok sem bírják a nagy meleget. Az ökocentrum főépületét látjuk, hamarosan bemegyünk, mert kiállítások és egyéb látnivalók, információk, érdekességeket mutatnak be a Tisza élővilágával kapcsolatosan. Széjjel nézünk még itt kint a területen, és utána bemegyünk az épületbe. Felérkeztünk a körpanorámás kiállító, körpanorámás toronyba. Itt végig körbejárhatjuk a teraszon a látvány kedvéért körbejárhatjuk ezt a teraszt, és látjuk a Tiszató területét. Valamint az ökocentrum területét, és hát Poroszló területét is egy kicsit távolabb. Gyönyörű kilátás nyílik a Tiszatóra. És ez pedig Poroszló.
33-as út. És ismét a Tisza-tó. Július 7-e, szombat, elhagytuk Koroszlót, 7 órakor indultunk, és hát sajnos itt az út minősége már nem annyira jó, sőt, kifejezetten nehéz terepen fogunk haladni tovább Tiszacsege felé. Ez ugyanúgy a Tiszató töltése. Tegnap éjszaka esett az eső, és szerencsére lehűlt a levegő, és már nem 40 fokba kell biciklizni tovább, tehát ez kifejezetten kellemes az időjárás a biciklizéshez, de hát sajnos ilyen vízfoltokkal tarkított, hepehupás, göröngyös, kátyúkkal teli úton fogunk menni Tiszacsege felé, aztán majd meglátjuk, hogy milyen lesz a további szakasz, egyenlőre ez elég nehéz. Koroszló után, ahogy jöttünk a töltésen, körülbelül 10 km után elérünk egy köves utat, amin tovább megyünk Tiszavalk, illetve Tiszacsege felé. Hát honnanom sem kell, hogy ez az út, ez nagyon kivette az energiánkat, ez körülbelül 10 km volt, de felért 30 km-es biciklizéssel köves úton, szilárd burkolatú úttesten. Borzasztó sok kátyú, nagyon nehéz terep volt. Most megállunk egy kicsit pihenni, és folytatjuk utunkat Tiszavalk és Tiszacsege felé. Hát át kell értékelnünk a további útvonalunkat, át kell gondolnunk, mert ilyen nehéz terepen kellene továbbiakban bicikliznünk, és sajnos ez a bicikliknek is nagyon káros, illetve a mi egészségünkre is, mert rászkódik, zötyög, tele van kátyúval, és sokkal nehezebben lehet haladni, körülbelül 20 km-es óránkénti sebességet terveztünk az utunk folyamán, és hát ez alig 10 km per óra sebességet tudtunk elérni ezen az úton. Úgyhogy ezen az úton megyünk tovább Tiszavalk felé, és valószínű, hogy ezen a köves úton fogjuk folytatni Tiszacsegéig az utunkat. Ez egy kicsit hosszabb lesz, tehát egy 5-6-8 kilométerrel többet kell kerekeznünk, mint a töltésen, de gyorsabban fogunk haladni, és biztonságosabb is a bicikliknek, meg az egészségünkre is. Itt egy kis patak van, amin éppen sétálok át. Érintetlen a természet, ugyanolyan tájon megyünk keresztül, amit eddig az elmúlt két napban láttunk. És ez a patak, ez a Rima patak nevezetű kis ér, vagy kis patak. Meg is tudom mutatni a térképen. Itt vagyunk most jelenleg. Tiszavalk 4-es, és a Rima patakot mutatom éppen. Itt a Rima patak, itt jöttünk ezen a pöttyözött úton, és hát tudnánk menni tovább a pöttyözött úton, ami a térképen egy bicikli utat jelöl, és nagyon furcsa, mert ezen a biciklis térképen eddig is ilyen úton jöttünk, és furcsa volt, hogy áttért a jelzés a sima kis négyzet alakú jelölésről, erről áttért gyakorlatilag a pöttyözött jelölésre, és akkor szembesültünk gyakorlatilag az út minőségével. Láttuk, hogy a térképen ez pöttyözéses út,
nem pedig ilyen kockás, gyakorlatilag ilyen kis téglalap alakú jelzésekkel, hanem ilyen pöttyös, és hát mehetünk remélni, hogy ez is azért egy lehet, hogy gyengén minőségű, de szilárd burkolattal jelölt út, hát sajnos nem, és látszik is, hogy poroszlóig volt köves út a töltésen, és ott meg is szűnt, és már ugye az idegenforgalmi településeket, vagy a nagyobb városokat elhagyva már nem kövezték le a gátnak a tetejét, és ezért gyakorlatilag nem kockáztatjuk tovább az utunkat azzal, hogy egy ilyen úton haladunk tovább, hanem ezen a sárga-zöld úton, 4-es Tiszavalk, Tiszabábolna útvonalon fogjuk elérni majd Tiszacsegét, tehát gyakorlatilag ezt az utat fogjuk kihagyni, és erre fogunk menni. Egyébként valószínű, hogy ez egy kicsit egyenesebb is, és még lehet, hogy egy picit rövidebb ez az út Tiszabábolna Tiszacsege felé, mint a pöttyös, kipöttyözött út. Úgyhogy még egyszer ez a Rimapatak, egy kicsit hosszan beszéltem most, de kivette nagyon az energiánkat ez az út, és folytatjuk tovább megkezdett túránkat. Poroszló után 20 kilométerrel beérkeztünk Tiszabábolnára, ez egy kis tiszamenti falu, és tovább haladunk Tiszadorogma Ároktő felé. Megkeressük a kompot, mert Tiszacsegére csak komppal tudunk átkelni a Tiszán. És a helyi kocsmába érdeklődtünk, leültünk egy kávéra, kólára, pihentünk egy pár percet, és itt kaptuk azt az információt, hogy nem kell teljesen a köves úton mennünk, illetve köves úton fogunk menni, de Tisza Dorogmánál fel tudunk menni a Tisza töltésére, ami ugyancsak le van kövezve, tehát valószínű, hogy akkor ezt a kis 8-10 kilométeres kerülőt kellett megtennünk, és vissza tudunk menni a Tiszapartra, és a Tiszaparton, ha minden igaz, akkor le van kövezve a gát teteje, és köves úton fogunk haladni Ároktóig. Onnan is jelentkezni fogunk egy kis képes beszámolóval. Néhány kilométer után megérkeztünk Tiszadorogmára. Itt ismét információt kérünk a helyiektől a komp közlekedéssel kapcsolatosan, de hát sajnos itt már más információkat kapunk, és azt mondják, hogy inkább a bicikliútat válasszuk, és ne menjünk fel a Tisza töltésére, mert lehet, hogy kellemetlen meglepetésben lesz részünk, és ugyanolyan összetört kátyús és nehéz terepen kellene bicikliznünk még egy 8-10 kilométert, úgyhogy itt látjuk is az útbaigazító táblát. A bicikliútat mutatja, illetve a komp közlekedést. Ez az Eurovelo bicikliút. Erről olvastunk a neten, hogy ez egy kiépített bicikliút hálózat egész Európán keresztül, és ennek a fejlesztésén dolgoznak az Európai Unióban, és ezzel a kis logóval látják el az Eurovelo bicikli utakat egész Európában. Úgyhogy mi most ezen közlekedünk éppen. 33 kilométeres biciklizés után beérkezünk Ároktőre. Hát ez egy nagyon kis pici település. És megkeressük a kompot, és átkerünk a Tiszán. És akkor gyakorlatilag megérkezünk Tiszacsegére. Bár még az csak az üdülőtelep, a Tiszapart üdülőtelep lesz, és még egy 6-7 kilométeres tekerés után érkezünk meg a magába a Tiszacsege településre, ahol meg kell keresnünk a szállásunkat. Onnan is jelentkezünk hamarosan. 36 kilométer után megérkeztünk az Ároktói komphoz, ez a Tisza, és várakozunk, hogy jöjjön a komp. És utána 6 kilométer után elérjük Tiszacsegét. Várakozó, kompra várakozó utasok, motorosok, autósok.
Most már a tiszacsegei oldalról újból a révet látjuk, illetve a kompot. És ahogy átértünk, egyből fordul vissza. Gyakorlatilag oda-vissza közlekedik minden megállás nélkül, nem is kellett várnunk rá. Gyakorlatilag nem menetrendszerint közlekedik, hanem oda-vissza folyamatosan. Egy 6 kilométeres táv után, a komp után beérkeztünk Tiszacsegére. És gyakorlatilag a harmadik napunk célállomását elértük, kb. 40 km bicajozás után. És most megkeressük a szállásunkat és a szokásos délutáni pihenő, illetve ebéd, és utána a délutáni pihenőnk. Tiszacsegén vagyunk, megérkeztünk a harmadik napi célállomáshoz. Ebben a parasztházban találtunk szállást, és berendezkedünk egy kicsit, pihenünk. Így néz ki, ilyen tornácos régi parasztházról van szó. Nagy udvarral, gyümölcsfákkal, egészen hangulatos. Tiszacsege után 9 kilométerre Debrecen-Balmazújváros irányába haladunk tovább. Ez már a negyedik nap, az utolsó napunk, és a végállomás Debrecen, és ezzel befejeződik a 4 napos túránk. Egy másik útjelző táblát látunk, Debrecen 43, Balmazújváros 23 km. Balmazújvároson meg fogunk állni, meglátogatjuk bajszi barátunkat, valószínű, hogy fürdőzünk is egyet, és délután folyamán indulunk tovább Debrecenbe. 32 kilométeres kerekezés után megérkeztünk Balmazújvárosba. Hát ez elég kemény volt. Nagyon nagy forróság van, és szinte a Hortobágy kellős közepén kellett átjönnünk. Nem volt árnyék, semmiféle falu, ahol meg tudtunk volna állni, esetleg egy presszóba kávét inni, vagy egy hideg kólát, úgyhogy ez most nagyon nehéz szakasz volt, ez a 33 kilométer. Megyünk be belvárosba, megkeressük bajszijékat, kicsit fürdőzünk, és akkor utána irány Debrecen.